A CMB Cargo Uni Győr még mindig 100%-os a női kosárlabda bajnokságban. A következő ellenfél vasárnap a Diós Győr gárdája lesz. A miskolci együttes 4 győzelemmel és 2 vereséggel közvetlen a Győr mögött helyezkedik el, jelenleg 3. helyen áll a bajnokságban. Szerintem a jelenlegi tabellán lévő helyezések semmit nem jelentenek. A Diós Győr jelenleg erősebb kerettel rendelkezik, erősebb játékos kerettel rendelkezik, mint mi, de mint ahogy láttuk, meg tudták tréfálni őket a ceglédiek is ugye az ő hazai pályájukon. Hát mi is mindenféleképpen győzelemre szeretnénk törekedni, annak ellenére, hogy nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei. Igaz, az Európa kupában a hétközi fordulóban a csapat vereséget szenvedett. A honi bajnokságot teljesen külön tudják kezelni a játékosok, és optimistán állnak a hétvégi mérkőzéshez. Egy nagyon kemény mérkőzés lesz. Ők is az Európa kupában játszanak, nagyon sok új játékosuk van. Egy kiemelt mérkőzés lesz, de eddig 5-0-al állunk a bajnokságban. Úgy gondolom, jól játszunk. A legutóbb már jobban ment a játék, mint a portugálok ellen az első Európa kupa mérkőzésen. Úgy gondolom, jó esélyünk van. A Diósgyőr elleni mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik.